Létre remek eredményeket érnek el, akik szívesen beszélnek a sikerről, de a kudarcról is. Már csak ezért is érdemes minden hétköznap délután 17:30, illetve este 22:00 rákapcsolódni a Dino sporthíradóra. Tudja, a magyar sportoló is lehet érdekes. A most következő Dino sporthíradó autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márkakereskedés és szervíz. Sportosat. Híradónk vendége Sebessén Júlia, Európa bajnok műkorcsolyázó. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz. Épp most számoltuk ki az adás előtt, hogy hogy szalad az idő. Most már 2 éve lesz márciusban, hogy abba hagytad a versenyzést. Megszoktad már? Most már tudod, hogy hol a helyed? Vagy mi mindig hiányzik a versenyzés? Még mindig hiányzik, és azt gondolom, ez még egy jó ideig hiányozni fog, és a mai napig figyelemmel kísérem a nemzetközi versenyeket. Nyáron is, amikor kijönnek az új világkupa meghívások, az az első, hogy végignézem, hogy kit, hova, melyik világkupára hívtak meg, és hiányzik. Nem hívnak még esetleg külföldre gálákra, vagy egyéb ilyen színes programokra? Tavaly szerepeltem itt Budapesten, a Budapest Sportcsarnokban egy nagyszabású gálán, Edwin Martonnal és Jevgenyi Plusenkóval, és nagyon-nagyon élveztem, és már tavaly elkezdtem edzősködni, és túl sok felkészülési időm nem volt, de ennek ellenére nagyon jól sikerült, és újra az itthoni közönség előtt korcsolyázni egy nagyon nagy élmény volt, de most hiába hívtak, már nem tudtam ezeknek a felkéréseknek. Hívtak? Ezek szerint voltak felkérések? Voltak, igen, eleget tenni, hiszen az, hogyha valaki edző, akkor napi 6 órát minimum jégen kell állnia, és már nem nagyon marad időm arra, hogy saját magamat is edzem. És ezekből nem lehetett volna pénzt szerezni, ezekből a fellépésekből? Mert jól emlékszem, annó nagyon régen, most jó pár éve ismerjük egymást, ugye arról beszélgetünk, milyen jó, hogy az ember most itthon ebből a sportából nem tud meggazdagodni. Viszont arra jó, hogy felfigyelnek rá, és akkor később, mikor abba hagyja, akkor el tud menni gálákra, és végre pénzt tud keresni a tudásával. A profi gálákat, azokat nagyon-nagyon szerettem. Más kérdés, hogy oda bejutni szintén nagyon nehéz. Tehát akinek jó kapcsolatai vannak, vagy akár fogalmazhatok így, hogy a nagyhatalmú korcsolya hatalmak közül származik, azoknak sokkal könnyebb volt. A jégrevők világa az kevésbé vonzott, azt mindig is mondtam, hogy azokban nem szívesen szeretnék szerepelni így hosszabb távon. Egy-egy alkalmi fellépés erejéig természetesen részt vettem ezekben, és én nagyon is élveztem, de nekem ez ennyi éppen elég volt, és ahogy már említettem, a tavalyi szezontól kezdve már edzőként is dolgozom. Most fejeződött be az Európa-bajnokság. Mikor szerepeltünk ennyire gyengén Európa-bajnokságon? Sajnos elég régen. Azt gondolom, hogy az, hogy most ideig jutott a magyar műkorcsolya, az nagyon sok mindennek köszönhető, ez egy hosszú folyamat eredménye. És nem szeretnék visszamenni arra, hogy leégett a Budapest sportcsarnok. Ugye jól tudom, hogy helyezéseket nem is tudunk mondani. Igen, hiszen a Kürt sem a férfi versenyző, sem a női versenyző, Markó Márton és Chelsea Rose Csiappa sem tudta bemutatni, tehát nem kerültünk be a döntőbe. Tehát, ahogy említettem, ez egy hosszú folyamat eredménye volt. Amikor nem tudtunk hol edzeni pályaproblémák miatt, akkor az utánpótlásra egyáltalán nem tudtak odafigyelni, nem tudtak újabb versenyzőket kinevelni,
És most azt látom, hogy lennének már fiatal, tehetséges versenyzők, akik erre oda kell már figyelni. Érdemes rájuk mindent belőjük fektetni, csak az a probléma, hogy most már hiába van több jégpályánk, az irreálisan magas jégpálya árakat nem tudjuk fizetni, tehát nem tudunk annyit jégen lenni, mint a külföldi vetélytársaink. Ahol esetleg adott lenne egy-egy klubnál az, hogy többet vannak jégen, ott esetleg szakember problémákkal küzdenek. Tehát én azt gondolom, hogy a feltételekben jócskán el vagyunk maradva a külföldi vetélytársainknál. De ez így volt akkor sem, amikor versenyeztél. Csak akkor az eredményeid úgymond akkor elfedték ezeket a hibákat, hiányosságokat? Igen, ezekkel a problémákkal már nagyon régen küzdünk, és ez egy jó párszor nyilatkozataimban próbáltam erre utalni, hogy az én felkészülési körülményeim teljesen elmaradnak a külföldiekétől, és még a oroszok, amerikaiak napi 3-4 órát vannak jégen, addig én csak 2x50 percet tudtam, és mindenféle kiegészítő edzésekkel próbáltam ezt pótolni, szárazon többet dolgozni. És ezért is éreztem azt, hogy talán, hogy is mondjam, büszke lehetek arra, hogy én ezeket az eredményeket el tudtam érni. Igen, most ezek a negatív eredmények nagyon vastagon azt húzzák alá, hogy te iszonyú nagy tehetség voltál. És ha te nem itt születsz, nem itt korcsolyázzol, akkor még sokkal többre vihetted volna, hiszen ugyanazok a feltételek mellett készültél, edzettél, mint ugye a mostaniak, akik aztán a kürtig sem ütnek el, nem, hogy mit tudom én, 16. helyen fejezzék be a versenyt. Ez biztos, hogy ehhez a sportákhoz mindenképpen kell egy nagyon nagy elszántság, akarat, küzdeni tudás, hiszen enélkül nem lehet eredményeket elérni. Én nagyon bízom benne, hogy a jelenlegi új vezetésünkkel sikerül olyan irányba terelni a műkorcsaját, hogy ebből a hullámvölgyből kiléphetünk, kimászhatunk. Ehhez komoly változásokra van szükség. Ez természetesen egy ördögi kör, mert hogyha csak azt nézzük, hogy szponzorokat szerezni, akkor tudunk, hogyha vannak eredmények. Viszont feltételek nélkül meg nem tudunk eredményeket produkálni, tehát ez egy ördögi kör, de bízunk benne, hogy egy változással előrébb tudnánk kerülni, hiszen ez egy nagyon szép, szerethető sportág, nagyon népszerű is, én úgy gondolom, most is a mai napig szívesen leülnek az emberek a televízió előtt, és megnéznek egy-egy Európa-bajnokságot, világbajnokságot. De szívesebben néznék, hogy ott lenne egy magyar versenyző is a körben, nem? Igen, hát bízunk benne, hogy előbb-utóbb elindul egy változás, és hát 2014-ben itt lesz Budapesten, amikor csak Európa-bajnokság, de én úgy gondolom, hogy... Lesz addigra a magyar versenyzők? Olyan, aki el is jut a körig? Hát reméljük, hogy tudunk versenyzőket indítani, akik megállják a helyüket, de én úgy gondolom, hogy műkocsának egy hosszabb idő kell, amíg újra talpra áll. A most látott versenyzők képesek lehetnek? Meg tudnak erősödni? Fel tudnak fejlődni? Budapesti Európa bajnokságig? Én úgy gondolom, hogy... nagyon nagy a lemaradás? Én azt gondolom, hogy azok a fiatal tehetséges versenyzők, akik már most kezdik megmutatni magukat, ők még viszonylag fiatalok, és a felnőtt korhatárhoz még kell egy jó pár év, amíg felnőtt kategóriában indulhatnak. Azért van egy-két versenyző, akire lehet számítani, aki már be fogja tölteni a felnőtt korhatár alsó, az alsó korhatárt, de ahogy említettem, azért idő kell, hogy ezek a fiatal versenyzők felnőjenek, de most is azt mondom, tehát ahhoz, hogy ők aztán felnőttben is meg tudják magukat mutatni, ahhoz azért továbbra is olyan feltételeket kell nekik teremteni, hogy lehetőségük legyen. Igen, műkorcsánál maradva, most személyeskednem kell, a Pavuk Viktória hozzá tudott volna tenni bármit is? Azért mondom őt, mert együtt versenyeztetek, sőt az a bizonyos Budapesti Európa-bajnokságon ő negyedik lett, amit te megnyertél, tehát test közelből láttad, tudod, hogy mire képes, mert ugye volt egy hosszabb kihagyása. Tavaly visszatért, hogy tavaly az EB-n 19. a világbajnokságon utolsó lett.
most idén az EB-n egy sérülés miatt végül is nem indult. Őt mi motiválja ez a budapesti Európa-bajnokság, de van még benne annyi, hogy odaérjen, és hogy ott legyen, és hogy valóban, tehát ne csak fizikálisan legyen ott, hanem hogy várhatunk is tőle eredményt? Ezt nagyon nehéz megmondani. Ugye őt a budapesti Európa-bajnokság után nagyon-nagyon visszavetette a bokasérülése, és akár most is utalhatnék arra, hogy ez egy bemelegítésen történt a pálya szélén. Egy beton felületen kell bemelegítenünk. Ha csak egy gumifelület van, ha van egy bemelegítő helység, akkor már lehet, hogy meg se történt volna ez, de ez, ez csak egy megemlítés volt. Őt nagyon visszavetette az a sérülés, és tavaly nagyon szépen újra kezdett magára találni, azonban az idén újra azzal kellett megküzdenie, hogy az ugrásait visszaminősítették, és így a versenyeken nagyon-nagyon sok pontot veszített. Bocsáss meg ezáltal. Erre. Tudod, mit nyilatkozott, olvastad? Hogy ez korral jár, és minél idősebb, annál nem tud olyan dinamikusan ugrani. Ez valóban így van? Tehát egy kicsit korfüggvénye ez az ugrás történet. Tehát a dinamikáját elveszíti, tehát már egy 25 éves nem tud úgy ugrani, mint egy 18 éves. Mondja ő. Én ezt nem gondolom így, hiszen ha valaki megnézi az olimpián bemutatott tripláimat, semmivel sem maradnak el a 10 évvel ezelőtti ugrásaimhoz képest. Tény, hogy egy idősebb szervezet már más edzést, más felkészülést igényel, máshogy kell beosztani a terhelést, a pihenést, adott esetben több pihenésre van szükség, de ha csak azt mondom, hogy Mária Butyiszkaja 29 évesen lett világbajnok, és ötféle triplát mutatott be egy programon belül, én azt gondolom, hogy ez nem lehet akadály. Akkor minden esetre akkor még egy nagy kérdés, hogy mi lesz itt a budapesti Európa-bajnokságon egyáltalán, kik lesznek, kik fogják Magyarországot képviselni. Igen. Te már biztos, hogy nem, hogy edzősködsz, az már még túl közel van, hogy a te tanítványod legyen ott, ugye? Nagyon sok gyerekkel foglalkozom, mindenféle korosztályban, az egészen kicsiktől, 6-7 évesektől a 16 éves versenyzőkig. Hát bízom benne, hogy ha szépen egyenletesen fejlődnek, akkor sokra vihetik. De mi nem lesz ott versenyződ? Sose lehet tudni, hogy az élet hogyan alakul, és mi lesz. Én jelen pillanatban azon dolgozom, és azon állok a jégen, hogy a műkocsiját kicsit előbbre vigyük, és azt a tudást, amit az elmúlt ugye 25 évben megszereztem, azt az utánam következőknek átadjam. Te most akkor pusztán, elnézést, edző vagy? Edzősködöm, igen. Semmi más, edzősködsz. Szeretném megcsinálni a technikai specialista vizsgát Frankfurtba, és most már nyáron, ha minden igaz, erre lesz lehetőségem, hiszen 2 évet az aktív pályafutás után ki kell hagyni, és utána lehet ezt elkezdeni, és hát utána szeretnék, mint specialista is, a zsűriben majd helyet foglalni. Na igen, mert ugye legalább akkor lenne újra magyar. Van már 2 technikai specialistánk, ja. Igen. Ők már nemzetközi versenyeken, sőt, nagyobb világversenyeken is pontoztak már. Szeretnék én is ott lenni. Ha jól tudom, mikor abba hagytad, akkor arról volt szó, hogy Debrecenben fogsz edzőként dolgozni? Igen, a tavalyi szezonban a debreceni Mikocsia klubnak segítettem, és nagyon eredményesen mondhatom, hiszen... De annak vége, annak a kapcsolatnak? Annyit még el akartam mondani, hogy ügyesek voltak, hiszen 3 magyar bajnoki címet is nyertek. Tavasszal döntöttem úgy, hogy a továbbiakban Budapesten fogok edzősködni, hiszen minden héten ingázni télen, fagyba, hóba, hidegben, ez nagyon-nagyon megterhelő volt. Azt nem tudtam vállalni, hogy én jelenleg Debrecenbe költözzek, úgyhogy így alakult, hogy tavaly júliustól Budapesten edzősködöm. Hol? Kásiben vagy hol? Nem, a budapesti jégcsarnokban, ahol tulajdonképpen a válogatott is edz. És milyen korosztályú gyerekekkel foglalkozol? 2005-ös születésűektől kezdve, akik már versenyeken indulnak, ugye első osztályos a kislány,
onnantól kezdve, ahogy mondtam, 16 éves korig, és az őszi versenyeken nagyon szépen szerepeltek, hiszen ezek a picik első-második helyezéseket hoztak, és a nagyok is a nemzetközi versenyeken dobogón álltak. Tehát 16 éves korig vannak ott akkor, ugye? Igen. Ők még nem indulhatnak felnőtt versenye? Még junior. Legidősebbek is még junior korúak. És nem, aki felnő, 17 éves lesz, az hová megy? Eligazol, vagy ott maradhat? Nem, hát a budapesti jégcsarnok, tehát a gyakorló jégcsarnokban edz a magyar válogatott. Ebbe a Advanced Novice Junior Senior kategóriába tartozó tehetséges versenyzők edzhetnek, illetve egy jó pár egyesület edz még ezen a jégpályán, és hát mindenkinek az a célja, hogy bekerüljön a válogatottba, hiszen akkor egy picivel jobb feltételekkel tud dolgozni. Olyan lehet, hogy valamelyik versenyző megkeres téged, és azt akarja, hogy kimondottan te legyél a edzője? Igen, az ősz folyamán is több versenyző volt, akik megkerestek, és hát azóta én segítem a felkészülésüket. Mennyit vagy jégen naponta? 5-6 órát. Kora reggel, hiszen a gyerekek iskola előtt jönnek egyszer jégre, illetve délután, azonban, ahogy erről már szó volt, hogy nem bírjuk fizetni a jégdíjakat, sajnos most már szinte majd, hogy nem csak egy órát egyszer tudnak délután edzeni, és a szülők tényleg már mindent arra áldoznak, hogy a gyerekek korcsolyázhassanak, és így nem mindenki, a gyerekek egy része tud hetente kétszer vagy háromszor reggel is edzeni. Ti annak idén hogy oldottátok meg? Ugye én 13 éves koromig nyitott jégpályán edzettem, tehát ahhoz képest ők most fedett jégpályán edzhetnek. És én nagyon sokáig csak napi egyszer edzettem, délután másfél órát. Utána, amikor Budapestre kerültem, akkor már ugye fedett csarnokban napi kétszer kezdtem el. Akkor, amikor a 1998-as nagánói téli olimpiára már kijutottam. Tehát azt gondolom, hogy valamilyen szinten elég lehet ez az edzésmennyiség. De ha megnézzük a külföldieket, és hogy ők hol tartanak, ahhoz képest nagyon magyarul kevés. Magyarul csak annak elég, aki Isten áldott tehetség, mint amilyen te is voltál. Azt gondolom, mert hogy ez nem elég. Ma már nem elég. Most már az sem elég. Nem elég, és még a legnagyobb probléma, hogy nagyon sokan vannak egyszerre egy égen, ami ugye veszélyes is, mert a kicsi a nagyjal, veszélyes is. Ugye programokat kell gyakorolni, nem mindenki tud zenélni, és hát ahhoz, hogy a versenyen tökéletesen menjen az a kür, azt nagyon sokat kell lefutni és gyakorolni. Tehát azon vagyunk, hogy valami változás legyen. Kürruháid, versenyruháid megvannak még? Megvannak, egy dobozban őrzöm őket, és gálákon azért előveszem őket, és ezekben futok, és illetve a gyerekek jöttek és csodálták a ruhákat, és mindegyiknek meg volt a kérés, hogy ő melyik ruhához hasonlót szeretne magának az idén készíteni, és őrzöm őket. A budapesti Európa-bajnoki aranyérem az van a főhelyen, otthon, vagy valami másik versenyről esetleg? Tehát természetesen az aranyérmem, de ott van mellette az Európa-bajnoki bronzérmem is, és a világkupáról szerzett érmeim, hiszen ugye voltam világkupán aranyérmes és ezüstérmes is, többször is bronzérmes, tehát ezek a legfontosabb versenyekről szerzett érmeim, illetve a 9 felnőtt magyar bajnoki érmem az a főhelyen foglal helyet. Tudod, mi a rossz ebben, vagy jó, hogy mondhatják ugye a szövetség vezérkarai, hogy hallod, milyen eredményeket ért el a sebesség, Júli, és akkor sem volt jobb a helyzet. Nem volt jobb, de nagyon sokat változott az utóbbi években a műkorcsolya. Ugye az új pontozási rendszer megkívánja és megköveteli azt, hogy most már ne csak az ugrásokon legyen a hangsúly, hanem az összekötő elemeken, a forgásokon, a lépéseken. És bizony ahhoz, hogy egy programban azokat a 4-es szintű forgásokat be tudják mutatni a versenyzők, nagyon sokat kell forogni. Az plusz idő.
gyakorolni kell a lépéseket. Ahhoz, hogy ezeket a bonyolult lépéssorokat meg tudják csinálni, nagyon sokat kéne lépésezni, alaplépéseket gyakorolni, az is plusz idő. Akkor a koreográfián egy balettmesterrel, vagy az edzővel, vagy egy koreográfussal, az plusz idő. Most úgy próbáljuk megoldani, hogy teremben, szárazon gyakorolják az előadásmódot, de hát ez mégsem ugyanaz, mint hogyha égen. Tehát annyi mindent kell gyakorolni, hogy bármennyi kevés, azt kell, hogy mondjam. Mint edző gondolom, akkor napra kész vagy mindenből akkor, ami a sporttal kapcsolatos, ugye? Igen, figyelemmel kísérem a szabályokat, a versenyeket, a versenyzőket, és hát azért igyekszem tartani a kapcsolatot a korábbi voltál már nemzetközi versenyen, mint edzőként? Több, persze, számos nemzetközi versenyen, igen. És megismertek még? Megismernek? Hogyne, persze, megismertek, és ugye természetesen oda jönnek sokan, vannak autogramot kérnek, fényképeket kérnek, és a tanítványaim így csodálkozva nézek, hogy Júli, téged ismernek. Tehát ők most szembesülnek ezzel. Zárásként hétvégén megint verseny. Így van. Magyar bajnokságra készülünk. Ki izgul jobban ilyenkor, te vagy a kis tanítványok? Én. És mindig azt mondom, én izgolhatok, nekik nyugodtabbnak kell lenni. Lesz aranyérem? Majd meglátjuk, nagyon bízunk benne. Elfogadtak téged a csemeték, ugye a gyerekek? Igen, úgy érzem, hogy nagyon szeretnek, és figyelnek minden szavamra, úgyhogy... Mm-hmm. Elégedett vagy a sorsoddal? Én azt gondolom, hogy igen. Örülök neki. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. További sportosat. A Dino Sport Híradót támogatja a Nemzeti Sport.